A terrortámadások kockázatát korábban szinte minden biztosító kizárta, most viszont az élet átírta a gyakorlatot. A piaci utasbiztosítási termékek korábban elképzelhetetlennek tartott újfajta kockázatokat is beemeltek a kínálataikba. A nyaralás ideje alatt akár egy enyhébb, de kórházi ellátást igénylő megbetegedés is több millió forintba kerülhet. A választható utasbiztosítások mellett egy Európai Uniós egészségbiztosítási kártya is segítséget nyújthat az utazóknak a bajban. A nyaralási szezon elején egyre többen gondolják úgy, hogy ideje lefoglalni a későbbi utazásokat, idén viszont már az előfoglalásokból is látszott, hogy a biztonságos úti célokat választják a nyaralók. Ebben a turisztikai szezonban kevesebben akarnak Törökországba, Egyiptomba menni, aki teheti, inkább Spanyolországot vagy Horvátországot választja. Az utazási irodák azt mondják, akár közvetlenül az indulás előtt online alig néhány perc alatt is köthető utasbiztosítás. Ennek a díja töredéke az utazás költségeihez mérve, viszont akár életet is menthet, ezért a biztonságos úti célok mellé is ajánlott. Ezen nem szabad spórolni a kedves utasoknak. Naponta 500 forintba kerül a biztosítás, a legkedvezőbb díjtétel, gyerekeknek pedig ennek a fele. Minimális összegről van szó, viszont ha baj van, ha külföldön bajba kerül az utas, akkor nem fizeti meg senki a kárát, az orvosi költségeit, így viszont a biztosító társaságok mindent fizetnek. A sürgőségi betegellátásra az Európai Unión belül egy állami egészségbiztosítási kártya is segítséget nyújthat. Ez az Európai Egészségbiztosítási Kártya egy olyan okmány, amely a Magyarországon egészségügyi ellátásra jogosult személyek ideiglenes külföldi más uniós országban való tartózkodása esetén az orvosilag szükséges ellátások igénybevételére nyújt lehetőséget. Méghozzá ugyanolyan feltételekkel, mint az adott országnak a biztosítással rendelkező személyei részére. Az Európai Uniós kártya ingyenesen igényelhető, és 3 évig érvényes az unió tagállamaiban. Akinek nincs ilyen kártyája, de sürgősségi ellátásra szorult, az utólag is kezdeményezheti a költségei visszatérítését. Köszöntöm a stúdióban Gyeskó Antal Viktóriát, mondhatom már lassan állandó biztosítási szakértőnk, a Bisztor Alkusz Kft. Ügyvezetője. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Hát indul az utazási szezon. Sok minden elhangzott itt a bejátszásban, de vajon miért érdemes mégis utasbiztosítást kötni? Nagyon sokan vannak úgy, hogy van egy bankkártya, ahhoz van alapból egy utasbiztosítás, azon kívül van egy EU-s tajkártyám, akkor én már jól vagyok, köszönöm szépen, minek költsek pluszban még erre? Az ügyfelek zömében azt a hibát szokták elkövetni, hogy ugyan van a bankkártyához egy meglévő biztosítás, de nem nézik meg, hogy mit tartalmaz. És akkor szembesülnek ezzel, amikor megtörténik kint a baj, és esetleg kiderül az, hogy nem is elegendő az a limit, amit a bankkártya szolgáltatása tartalmaz. Az egészségügyi kártyát, az európai kártyát célszerű kiváltani, viszont nagyon fontos tudni, hogy az csak sürgősségi ellátásokra fog fedezetet adni. Tehát ha egy komplikáltabb beavatkozásra van szükség a kintartózkodás alatt, akkor célszerű egy utasbiztosítást kötni, hiszen ott a fedezeti körök is sokkal szélesebbek, magasabbak a limitek, és akár napi 350 forinttal is meg lehet kötni. Amikor utazni készülünk, akkor nyilván nem a bajra készülünk fel, hanem egy kellemes élményre számítunk. Mi az, amire felhívja a figyelmet egy biztosítási szakértő egy utazás előtt? Nyilván nem mindegy, hogy hová utazunk és milyen céllal utazunk. Így van, tehát számtalan olyan dolog következhet be egy utazás során, amire ugye nem tud kalkulálni előre az ember. Én legelőször is azt szoktam mondani, hogy ha olyan országba utazik az ember, ami ugye nem európai ország, hanem esetleg a világ bármely országa, akkor a külügyminisztériumnak az oldalát célszerű megnézni, hogy milyen veszélyességi kategóriába tartozik az adott ország. Javasolt-e az utazás, vagy nem? Célszerű, mondom, a limiteket is ellenőrizni, hogyha van meglévő bankkártya biztosításuk. Illetve nagyon fontos az, hogy előrelátóak legyenek az emberek, tehát sem gyermeket, sem saját magukat ne engedjék meg azt a lehetőséget, hogy kinderüljön az ki, hogy milyen problémák adódhatnak. Ha valaki olyan úti célt választ, ami a külügyminisztérium oldalán nem javasolt kategóriába esik, ehhez hogy állnak a biztosítók például? Ugye itt a terrorveszély az, amit zömében ugye figyelni szoktak, vagy a zavargások. Most ugye, hogy a franciaországi EBIT megrendezik itt Európában,
A biztosító társaságoknak a nagy százaléka úgy állt hozzá a feltétel változtatásában, hogy mivel Franciaország egy biztonságos országnak számít, így tulajdonképpen a terrorveszélyből eredendő baleseti ellátást, kórházi térítést és hazaszállítási költséget téríteni fogják az ügyfeleknek. Ha esetlegesen ez egy olyan országban történik, ami a veszélyességi listának a fenti részén helyezkedik el, tehát abszolút nem javasolt oda a kiutazás, ott már nem fogják téríteni ezt a szolgáltatást, tehát nem fogják adni a biztosító társaságok. Ezért fontos ezt mindig előre megnézni. Általában amire gondolni szokott az ember egy utazás előtt, az többnyire valamilyen baleset, vagy esetleg betegség. Kevesen gondolunk arra, hogy akár okozhatunk kárt valakinek, vagy tárgyi, vagy személyi sérülést mi magunk is. Erre kiterjed-e az utasbiztosítás? Természetesen, tehát a felelősségi károk már beletartoznak az utasbiztosítás rendszerébe, ugyanúgy, mint a podgyász. Tehát ezek a tipikusan előforduló károk külföldön. És ugye az európai viszonylatban, vagy ha esetleg Amerikát nézzük, ott a felelősségi díjak, tehát a felelősségi károk elég magas összegre rúghatnak. És ugye itt arra is gondolnunk kell, hogyha mondjuk esetleg személyautóval megyünk külföldre, akkor egy asszisztenciát is kössünk meg külön akár a gépjárműre, hiszen ha útközben lerobbanunk, vagy valamilyen hiba történik a gépjárművel, akkor ott ugye szintén komoly problémák adódnak, hogy időre kellene kiérni, a szállást már elfoglaltuk, ki van fizetve, és akkor ott állunk az autópályán, és nem tudunk mihez kezdeni. Arra meg még kevesebben gondolnak, hogy mi történik az itthon maradt értékeinkkel, miközben mi távol vagyunk. Lehet-e erre az utasbiztosítás keretében gondolni? Az itthon maradt értékeinket természetesen lakásbiztosítás keretein belül kellene biztosítani, és nagyon fontos, és talán egy ilyen óvó, célzatú gondolata az embereknek, hogy ne nagyon posztolják ki ezt ugye nyilvános oldalakon, hogy ők mikor mennek, hova mennek, hiszen elég felelőtlenül szoktak cselekedni ilyenkor, és nem gondolják azt végig, hogy az itthon hagyott értékeket, tárgyakat, lakásokat nagyon simán ki lehet fosztani, rabolni. Nem feltétlenül utazáshoz kapcsolódik, de itt a nyár, és ez bizony a kerékpározásnak a szezonja. Milyen biztosítást célszerű kötni akkor, hogyha valaki rendszeresen kerékpározik, és mondjuk hosszú távra? Igen, itt ugye egyre több igény jelent meg az elmúlt években a biztosítási piacon, tehát olyan termékeket kellett behozni a biztosító társaságoknak, amik esetleg 5-10 évvel ezelőtt elképzelhetetlenek voltak, ilyen például a kerékpárbiztosítás is. Ha több százezer forint értékű a bicikli, amit vásároltunk, akkor ezt vagy lakásbiztosítás keretein belül, vagy pedig külön módozatként is tudjuk biztosítani, akár lopásra, vagy akár bármilyen más káreseményre. Akár arra is, hogyha mi a kerékpárral okozunk valakinek. Az lakásbiztosítás keretein belül felelősségbiztosítási kárra simán rendezhető dolog, így van. Gyeskó Antal Viktória, köszönjük, hogy rendelkezésünkre állt, és hasznos tanácsokat kaptunk.